Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Hargita Stúdióban készülő aktuális című műsort látják. A mai adásban a Csíkszeredai Megyei Kórházzal fognak megismerkedni. Tartsanak velünk! A stúdióban Vitos Attila doktorúrral beszélgetünk, aki a Csíkszeredai Megyei Kórháznak az orvosigazgatója. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket. Kérem, először is néhány szóval mutassa be a megyei kórházat azoknak, akik nem ismernék, vagy hát a beteg általában nem is úgy látja, mint ahogy azt egy orvosigazgató látja. Igen, a Csíkszeredai Megyei Kórház, mint a neve is mutatja, kettős szerepet tölt be. Egyrészt Hargita megyét látja el, a megye legkomplexebb egészségügyi problémáiban igyekszik segíteni, súlyos esetek kerülnek ide az megye egész területéről. Másfelől pedig, mint a neve is mutatja, Csíkszeredai Kórház, tehát a Csíkszereda város és közvetlen környezetét is lefedi az orvosi tevékenységet illetően. Nagyobb városokban, nagyobb megyeszékhelyeken ugyanis általában két kórház működik, a megyei kórház, illetve az adott városnak a kórháza. Itt mivel kismegye vagyunk és kisváros vagyunk, a kettő együtt működik, a városi kórház és a megyei kórház. Hány osztálya van a kórháznak, illetve hogy hány ágyas? 21 osztályon működik a kórházunk, ebben nem csak az ágyas osztályokat, hanem az úgynevezett paraklinikai osztályokat, tehát azokat az osztályokat is beleszámítom, amelyeknek szintén osztályrangjuk van, de nem kimondottan, direkt módon a betegekkel foglalkoznak, vagy pedig nem bírnak fektető részleggel, nincsenek ágya, például radiológia, az imagisztika, de gondolok itt anatomopatológiára, tehát van egy olyan területe, tevékenységi területe a kórháznak, amely pontosan ugyanolyan fontos, mint egy direkt a betegekkel foglalkozó részleg, de más jellegű. 740 ágy a kórház ágyállománya, ezek szerepelnek a hivatalosan a minisztérium által elismert és elfogadott struktúrában, ezek közül viszont a biztosító csak 680-at finanszíroz. A fennmaradt ágyakkal mi történik, hogyha lehet ilyet kérdezni? Egyrészt a napos bentfekvések ellátásában van fontos szerepük ezeknek az ágyaknak, másrészt pedig a lehetőség van arra, hogy a kórház nem finanszírozott ágyakat is tartson, amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükséges, van rá igény, és a leépítésük, ennek az ágylétszámnak a leépítése az egészségügyi ellátásban problémát okozna. Országos viszonylatban milyen helyen szerepel a Csíkszeredai Kórház? Milyen szempontból? Ellátottság, orvosi, felszereltség. Igen, hát itt a megyei kórházunk esetében két problémával ütközünk szembe. Egyrészt az, ami nagyjából ugye a köztudatban benne is van, hogy szakorvos hiány van a kórházban jó pár éve. Na most gyorsan hozzáteszem, hogy azért ez az utóbbi 3-4 évben enyhülni látszik, és reményeink szerint a következő 5 éves távlatban úgy nagyjából meg is oldódna. Természetesen, hogyha a pillanatnyi tendenciák ezek továbbra is érvényesek maradnak. Lévén, hogy a legkisebb megyeszékhelyen levő megyei kórházról beszélünk, nyilván a nagy megyei kórházakkal összehasonlítva nem mondhatjuk azt, hogy ugyanazon a szinten áll, de a törekvés az, hogy azonos minőségű ellátást biztosítson. Most az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően úgy ítélem meg, hogy az erős középmegyei mezőnyben található a Csíkszeredai Megyei Kórház. Melyek ezek a fejlesztések, milyen téren történtek, illetve mi az, amire még szükség lenne? Az egészségügyben a fejlesztéseket nagyon alaposan át kell gondolni, ugyanis eléggé komplex dologról beszélünk, nem csak infrastruktúrális fejlesztésekről, hanem azzal párhuzamosan nyilván megfelelő szakember hátteret kell biztosítani, és megfelelő műszerezettséget kell biztosítani a fejlesztések eredményeképpen létrejövő új struktúráknak. Amikor a megyei kórház fejlesztéseiről van szó, akkor két tényezőt emelnék ki. Az egyik az infrastruktúra logikusabb áttétele, ezek az infrastruktúra nyilván az épületeket, magukat, az épületeknek az állagát, a kórtermeket, az azt kiszolgáló helységeket illeti, és a kórházunk esetében ezzel az infrastruktúrával komoly problémák voltak. Olyan értelemben, hogy a pavilon jellegét tekintve a kórház eléggé hátrányos helyzetben van, mert az egyes épületek esetenként jelentős távolságra helyezkedtek el, és helyezkednek el még most is a kórház központi épületétől.
logikusan adódik a következtetés, hogy arra kell törekedni, hogy ezeket az épületeket, a kórház infrastruktúráját a központi épületi tömb köré kell koncentrálni. Ez a folyamat indult be. A legnagyobb probléma, ez is nagyjából azért ott van a köztudatban, és már a lakosság köztudatában is, a két somlyói osztálynak a behozatala, amelyek jelentős 4 kilométeres távolságra helyezkednek el, és nem is a kórház épületében, hanem a katolikus egyház épületében működnek. A másik probléma az úgynevezett régi kórház épülete, amely gyakorlatilag már jóval több mint 100 éves, és nyilván már nem felel meg a 21. századi egészségügyi követelményeknek, és a régi kórház mellett található pavilonokban elhelyezkedő osztályok problémájának a megoldása. Egy átgondolt fejlesztési terv kapcsán ezeket az osztályokat fokozatosan közelíteni kell a kórház központi tömbjéhez, lehetőleg minél közelebb elhelyezve őket. A másik alapvető probléma pedig, ami egy jól működő megyei kórház esetében szintén elsőrangúan fontos, a megfelelő műtőblokk és az intenzív terápiás részegnek a kialakítása. Ez a folyamat zajlik most. Reményeink szerint az év végéig meg is történik, és akkor tényleg egy közép-európai szintű műtőblokkban és hasonló színvonalú intenzív terápiában tudjuk elhelyezni a betegeket és megoldani a különböző ápolási problémákat. Ezen túlmenően pedig a betegek szempontjából, ami nagyon lényeges nyilván az, hogy a kórtermek azok milyen komfortot biztosítanak, milyen mennyire civilizált körülmények között tudjuk ellátni pácienseinket. Ezen a téren jelentős előrelépések történtek. 2010-től errefele folyamatosan átgondoltan feljavítottuk a kórháznak a kórházi osztályokat. Itt különhang kell hangsúlyoznom, hogy nyilván önerőből a kórház ezt nem tudta volna megoldani, amióta a megyei kórház, a megyei tanács alárendelt intézményévé vált. Ezen a területen nagyon jelentős befektetések történtek. Úgy minisztériumi pénzekből, amit szintén a megyei tanács révén sikerült lehívnunk, mint a megyei tanács saját költségvetéséből nagyon jelentős pénzösszegeket különítettek el a kórház infrastruktúrájának a javítására. Gyakorlatilag a központi tömbben két osztály kivételével az összes osztály átment már ezen a feljavítási folyamaton, és úgy érzem, hogy megfelelő komfortot biztosít most már a pácienseknek. Ön is említette a szakorvos hiányt, ami most már úgy tűnik, hogy rendeződni fog. Milyen szakorvosok érkeztek az utóbbi időben ide, illetve hát mi kell ahhoz, hogy ide jön egy szakorvos? Mire van szükség, mivel lehet ide csalogatni? Igen, pontosan ugyanezt a kérdést tettük fel mi is magunknak, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy gyakorlatilag a szükséges szakember létszámnak, szakorvos létszámnak körülbelül 50%-a dolgozik a kórházunkban. Hát úgy, ahogy visszagondolok én is, mint kezdő szakorvos, amikor munkahelyet választottam, akkor elsődleges szempont volt nyilván, hogy milyen szakmai karriert tud biztosítani az a munkahely, de nyomban utána az is, hogy mint fiatal szakorvosnak lakás lehetőséget tud-e biztosítani, avagy nem. Ezek szerintem most is alapvető szempontok a fiatal szakemberek számára. Ugyanakkor arról is tudjuk biztosítani a fiatal kollégákat, hogy a fennálló lakás gondjaikban is hathatósan segít a kórház, akár úgy, hogy szolgálati lakást biztosít. A megyei tanács befektetései révén 3 szolgálati lakástömb épült közvetlenül a kórház szomszédságában, ahol összesen 12 orvosi lakás adódott már át az elmúlt 3 év folyamán a fiatal kezdő szakorvosok számára, de ezen túlmenően az albérlet megtalálásában és megfelelő feltételek biztosításában is igyekszik segíteni a kórház, még anyagi támogatás formájában is. Mielőtt rátérnék a következő kérdésre, röviden, ha elmondaná, hogy milyen szakorvosok érkeztek az elmúlt időszakban? És hát volt-e ezekre szükség? Szóval égető szükség volt-e, vagy már van hasonló szakorvos a kórházban? Igen, itt két területről is beszélgetünk. Az egyik csak ugyan az, amelyek premier számba mennek a kórház tevékenységét illetően. Eddig ilyen jellegű tevékenység a kórházban nem történt. Az elmúlt években érkezett mellkassebész, aki már is nagyon jól bedolgozta magát, rengeteg műtétet végez. Az idéntől megkezdte működését egy idegsebész a kórházunkban. Szintén most az utóbbi évben érkezett egy allergológus, immunológus kolléganő,
hematológus doktornő kezdte el tevékenységét a kórházunkban, tehát úgy ezek azok a területek, ahol ilyen jellegű orvosi tevékenység nem zajlott. Azon kívül olyan szakok is vannak, ahol bizony krónikus volt a szakorvos hiány, és ezen is sikerült javítani. Beszélek itt a neurológiáról, ahol az utóbbi 3 évben új szakorvosok érkeztek. Gondolok itt a tüdőosztályra, ahol szintén egy fiatal kolléganő kezdte el tevékenységét, az urológiára jött fiatal szakorvos, a nagyon hiány szakmának számító radiológián is egy újabb kolléga kezdte el tevékenységét. Így most hirtelenében gyakorlatilag csak nem minden osztályra érkezett. Végre a sürgősségen is van szakorvosunk, sürgősséges szakorvos, és ami nagyon fontos, hogy az intenzív terápián is 2 fiatal kolléga kezdte el tevékenységét. De hiány szakmák továbbra is vannak. Jól átgondolva a szükségletet, megkerestük a fiatal szakembereket, és reményeim szerint a következő 3 évben ez a hiány azért oldódni fog. Gondolok itt a kardiológiára, ahol már 2015. januárjától 2 fiatal szakorvost várunk, aztán egy kicsit már középtávon a fertőzőre, ahol pillanatilag csak 1 szakemberünk van. Nagy probléma a szemészet, amely nagyon lényeges tevékenységet folytat, oda is szükséges egy szakorvos, oda majd csak 4 év múlva kerül egy fiatal kolléga. És ami különösen fontos, hogy a sürgősségre tudjunk még alkalmazni fiatal kollégákat, oda is fognak jelentkezni, és az intenzív terápián is középtávban, tehát ez 3-4 éves távlatban egy-egy B-rezidenciátusú, tehát már ott poszttal rendelkező kolléga érkezését várjuk. Mi a tapasztalatuk, hogyan fogadják a fiatalok? Fel tudják venni a versenyt a nyugat-európai csábítással? Tehát amikor így hívják őket haza? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ugye egyfolytában az van a médiában is, és a köztudatban is, hogy a fiatalok mind nyugatra törekednek. Hát nyilván csábítóak az ottani munkafeltételek és az ottani bérezés, de az a tapasztalatom, hogy a fiatal végzős orvosoknak van egy bizonyos kategóriája, amely különböző okokból azért csak kötődik Székelyföldhöz, akár családi okokból, akár a szakmai elképzelései folyamán, akár egyszerűen mondjuk ki az ott lokálpatriotizmusból, bizony vannak, akik szívesen maradnának. Ezeket az embereket kell megkeresni, és egy megnyugtató szakmai karriert a szűkös lehetőségek között biztosítani a számukra. Mire lenne szükség? Hiszen tudjuk mindannyian, hogy ahol technika van, ott folyamatos fejlődésre is szükség van, tehát újabb és újabb eszközöket kell vásárolni, ugyanakkor bővítésre, újabb épületek építésére, lakásokra, mire lenne még szükség? Hát gyakorlatilag mind a 3 téren, mivel egy átgondolt kórházfejlesztési koncepcióról beszélünk, akkor ez magától értetődik, hogy úgy az infrastruktúra, mint az orvosi műszerezettség, vagy pedig a szakembereket illetően még mindig hiányoznak dolgok, mert gyakorlatilag tudjuk pontosan, hogy mit szeretnénk elérni. Azt szeretnénk elérni, hogy a Csíkszeredai Megyei Kórház egy közép-európai színvonalú megyei kórház teljesítményét tudja nyújtani. Ezeknek a konkrét feltételeit tudjuk. Nyilván, amikor az infrastruktúráról beszélünk, tudjuk véghez vinni a következő 3-4 év alatt azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, amelynek eredményeképpen civilizált körülmények között a kórház központi tömbje köré koncentrálódva helyet kap az összes osztály, és nem eltúlzott elképzelések ezek, mert mindig, amikor fejlesztésről beszélünk, akkor kell létezzen egy A és egy B terv. Az A terv az optimális, az ideális nyilván. Hát természetesen az lenne az ideális, hogyha egy vadonatúj kórház épülne. De hogyha erre nincs lehetőség, akkor kell mindig legyen egy tartalék elképzelés, ami szintén egy megnyugtató megoldást nyújt, és ez az a B verzió, ami munkálkodunk, hogy ezt a következő 3-4 évben realizáljuk. A tüdőosztály és a fertőző kerüljön az úgynevezett poliklinika épületében, megnyugtató helyet találjunk a bőrgyógyászatnak, az ELMA osztály a régi kórház környezetében egy megfelelő infrastruktúrára nyerjen, a fülorgége a mostani épületben megfelelően működik, az nagyjából ott maradna, viszont az azonos épületben működő fizioterápiás és reumatológiai osztálynak az infrastruktúráját is fel kell javítani. Tehát ezek azok a nélkülözhetetlen lépések, amelyeket a következő 4-5 évben
végre kell hajtsunk ahhoz, hogy egy megfelelő infrastruktúrális szerkezet jöjjön részre, alakuljon ki, és nyilván ehhez pénz kell. Nyilván ehhez pénz kell, és tekintetbe véve, hogy a minisztériumi költségvetés az nagyon rapszódikus, akkor nyilván ebben is elsősorban a megyei tanácsnak a költségvetésére tudunk támaszkodni. Igazgató, röviden, hogyha behújná a szemét és megálmodná 20 év múlva, milyen lesz a kórház, akkor milyennek látná? Igazából én nem gondolkodnék 20 éves távlatban. A 20 év az annyira hosszú idő, hogy gyakorlatilag igazán átfogni pillanatilag a mostani fejlődési ütemmel nem igazán lehet. Én azt tudom, hogy mit szeretnék, hogy 5 év múlva milyen legyen a kórház. Azt szeretném, hogy 5 év múlva a kórházunk, amint mondtam, ez itt is még nyilván, az A és a B verzió, hogy melyik jön be. Hát én igazából az A verziót szeretném, egy szuper modern épület, egyetlen hatalmas épületünk, ahol az összes osztály logikus elhelyezkedés nyer, infrastruktúrális szempontból jól működik, szakember létszáma rendben van, a műszerezettsége tökéletes. Ez nyilván, ez egy ideális helyzet. Én viszont, amit látok, és ami szerintem kivitelezhető, az az, hogy, és én mindig abból indulok ki, amit mondtam, nagyon meg lennék elégedve, hogyha egy 5 év múlva a kórházunk egy olyan szintű orvosi szolgáltatást tudna nyújtani, mint egy átlagos, hasonló méretű, kelet-európai, nem kell, közép-európai, kelet-magyarországi kórház például. Felvettük a testvérkórházi kapcsolatot a Békéscsabai megyei kórházzal, az hasonló kaliberű kórház, mint a miénk. Tehát, hogyha nagyjából arra a szakmai szintre el tudnánk jutni, az infrastruktúrális szintről nem is nem reménykedek, mert gyakorlatilag hasonló nagyságú kórház 2,5-szer nagyobb felületen helyezkedik el, de arra a szakmai szintre, ami az orvosi szolgáltatásokat, műszerezettséget és a szakemberi kárdát illeti, akkor nagyon meg lennék elégedve. Mert ez azt jelenteni, és őszintén szólva reális esélyét látom ennek, mert ez azt jelenteni, hogy a különböző kórházi osztályok kompartimentumok köré szerveződnek, mely kompartimentumok az adott területnek egy-egy kisebb szakágát lefedve nyújtanak minőségi szolgáltatást, például belgyógyászaton belül működjön a hematológiai kompartimentum, működjön a nefrológiai kompartimentum, a diabetológia, endokrinológiai kompartimentum, amint hogy ezek már csirájában léteznek is. Tehát ezeket kell átgondoltan, tudatosan fejleszteni. A sebészeti osztály keretében legyen ott a mellkassebészeti kompartimentum, a plasztikai sebészet, legyen meg az önálló ideggyógyászati kompartimentum, és akkor így, hogyha végigmegyek mindenik szakmán, egész konkrétan kapásból, tetszik látni, abszolút nem készültem jegyzeteket nem készítettem, kapásból mindenhová le tudom írni, hogy melyek azok a területek, melyek azok az orvosi tevékenységek, amelyeket lefödve és biztosítva ténylegesen a lakosság egészségügyi igényeit tudjuk kielégíteni. Egy meghatározott szinten. Természetesen megyei kórházi szinten. Igazából tudatába kell lenni annak, hogy hol élünk és hol vagyunk. Tehát nyilván nem gondolkodok én most, hogy most Csíkszeredából neves egyetemi központ fog kialakulni, nem, nyilván. De egy minőségi szolgáltatás nyújtó, jól működő megyei kórház, az igen, erre reális lehetőség van. Legyen MRI, tehát mágneses magrezonanciás vizsgálatot biztosító részleg a kórháznak, legyen minőségi CT-je, ami úgy néz ki, hogy meg is valósul, minőségi digitális röntgengépje, ami már megvan. Ez, ami a paraklinikai részt illeti, és gyakorlatilag az összes osztályon alakuljanak ki ezek a fejlődést biztosító kompartimentumok, ugyanis a fejlődés mindig egy adott egyénen, az orvoson múlik. Itt, amikor egészségügyről beszélünk, akkor két dolgot kell szem előtt vegyünk. Hogyha fejleszteni akarunk, fel kell mérni az adott lakosság igényeit, egészségügyi igényeit, hogy ez milyen szakember igényeket gerjeszt, és ebből, hogyha már biztosítom a szakembert ahhoz, hogy ellássa azt a bizonyos egészségügyi igényt, ahhoz milyen műszerezettséget kell biztosítsak. És ennek az egésznek egy milyen infrastruktúrális háttér kell. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kérem szépen.
Ez volt a mai aktuális. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten.